A Kalocsai Önkormányzatnak a Magyar Kajak Kenu Szövetségtől elnyert pályázati forrásából megvalósult beruházás nyomán Meszesen a Kék Duna vendéglő szomszédságában megépült vízitúra központ fő feladata, hogy a dunai vízitúrázók számára nyújtson komfortos állomás helyett pihenőt. A létesítmény üzemeltetésére az önkormányzat pályázatot írt ki, amelyre két beadvány érkezett. Kettő ajánlat érkezett be. Az egyik pályázó, Kalocsai Gerilla Kertész Szabadidő Vízisport és Környezetvédő Egyesület, KAGESZ, 6003 Kalocsa Rákóczi utca 9, ajánlati ár bruttó 1 forint a bérleti díjra. A másik pályázó, Probatus 2005 Kft. 6300 Kalocsa Széchenyi út 12, ajánlati bruttó ár az éves bérleti díjra 133.350 forint volt. A polgármester kiemelte, hogy a pályázatnál kikötésként szerepelt, hogy a létesítmény megvalósításához elnyert projektben az önkormányzat által vállalt feltételeket a jelentkezőnek is el kell fogadnia. A Kalocsai Gerilla Kertész Szabadidő Vízisport és Környezetvédő Egyesület ez az elfogadom szót áthúzta, tehát a bíráló bizottság úgy vette, hogy nem fogadja el a pályázati feltételeket, és akkor így érvénytelennek minősítették az ő ajánlatukat. A Probatus 2005 Kft. Elfogadta pályázati feltételeket, tehát az ő ajánlata érvényes. Egyébként ajánlati árban is ő adta a magasabb árat, az 1 forinthoz képest 133.350 forinttal. A napirendi pontban szereplő határozati javaslathoz dr. Vince Andrástól érkezett kérdés, aki felidézte, hogy a KAGESZ a pályázati dokumentációban áthúzta az elfogadom szót, arra hivatkozva, hogy egyeztetést kért, majd rákérdezett, hogy erre az egyeztetésre sor került-e. Kiderült-e, hogy mi volt a pályázat beküldőjének a problémája. Itt az elfogadom szót a pályázó áthúzta. Tehát innen kezdve mi ezt úgy gondoltuk, hogy ez a pályázat, ő nem fogadta el a pályázati feltételeket. Ez egy nyilvános pályázat volt, megjelent több helyen. Ezt nem fogadta el, ezt nem tudjuk érvényesnek tekinteni. Gondolkoztunk, hogy egyetlen hiánypótlást küldjünk-e ki valamit. Az én jogi véleményem volt az, ami, hogy ez egy érvénytelen pályázat. Tehát aki nem fogadja el alapból a pályázati feltételeket, az én érvénytelen pályázónak tartom. Tehát azért mutattam meg a képviselőknek, hogy látható volt egyértelműen áthúzva, és ez a megjegyzés odaírva. Nem volt, hogy mit szeretne egyeztetni, hogy szeretne egyeztetni. És hangsúlyozom, nyílt pályázati eljárás. Tehát ez nyílt pályázat volt, több helyen megjelent. Dr. Filvi Géza polgármester összegzésében elmondta, hogy van egy érvényes és egy érvénytelen formahibás pályázat, és az érvénytelen 1 forintos ajánlatot tartalmaz, az érvényes pedig bruttó 133.000 forintos bérleti díjat, így érvényes pályázat esetén is a magasabb bérleti díj ajánlat miatt az utóbbi a kedvezőbb. A vita során Kákonyi István képviselő a Gazdaság és Turizmus Fejlesztési Bizottság álláspontját tolmácsolva elmondta, hogy az előterjesztés elfogadását javasolják, az üzemeltetőnek pedig sok sikert, sikeres programokat és eredményes munkát kívánnak. Ezt követően a képviselő testület a jelenlévő 11 szavazásra jogosult egybehangzó voksával az előterjesztésben foglalt javaslatot elfogadta, így a vízitúra központ üzemeltetésére a 2020-23-as időszakra vonatkozóan a Probatus 2005 Kft. Nyert jogosultságot.